Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Megnézzük először azt, hogy mi történik pénteken. Mi az energia? Itt vannak még kihívások. Sőt, lehetnek támadások is, vagy nálad jelentheti az ő helyzetét is. Ez a harc, ez lehet egy belső harc is, hogy tegyem, vagy ne tegyem, hogyan tovább, vannak még nehézségek. Itt látható ez a torony, ahol valami összeomlik. Jelenti a változásokat. Lehet, hogy ez most egy nagy kihívás, hiszen vannak félelmek a változások miatt. De ezt a kártyát én mindig meg szoktam fordítani, és akkor már látható, hogy nem olyan nehéz a helyzet. Az egyik ugyan zuhan a mélybe, a másik az kapaszkodik a csillagokba, tehát reménykedik abban, hogy minden jóra fordul. Itt látható, hogy vagy te, hiszen utalhat a te tartásodra is, vagy jelentheti az ő helyzetét, hogy kezébe veszi ezt a botot. Odafigyel bizonyos dolgokra. Még nincs mozgás, mert figyeli az eseményeket, vagy átvizsgál még valamit. Amit a bot jelent, az a tűz eleme. Hogy védi magát, hogy megvan a lelkesedés, és megvan a bátorság. Lesznek szenvedélyek is, de még egyenlőre figyelgeti a dolgokat. Mi történik szombaton? Itt látható, hogy ő elfoglalja a helyét az életben, hiszen ő itt a király, aki uralkodik a helyzet felett. Itt is még figyelgeti a dolgokat, de ezen a képen is a tűz eleméről van szó. Valami lelkesíteni fogja őt. Tehát miután a torony összeomlott, lesznek változások, először majd úgy nézegeti a helyzetet, aztán majd így elfoglalja a helyét az életben, hiszen úgy jelenik meg, mint egy büszke király. Itt van az erő. Ez lehet az élet erő, hogy megvan ahhoz az erőd, vagy megvan neki ahhoz az ereje, hogy bebizonyítsátok magatokat. Ez az erő jelentheti azt is, hogy véditek magatokat a támadások ellen. Vagy, amit ez az erő még jelent, ezt szimbolizálja a hölgy, a belső erő, a hit, hogy hisztek ebben a kapcsolatban. Itt ezen a képen még figyelgeti a dolgokat, és nem lép. De szombaton már érezhető, hogy kezébe veszi ezt a botot, kezébe veszi a dolgokat, irányítja az eseményeket, fontos döntéseket fog hozni. Tehát lesz mozgás. Itt látható a belső nyugalom, a belső egyensúly. És ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz meg itt a képen, mint egy királynő. Ő a király, te vagy a királynő. Hasonlítatok egymáshoz, vagy passzoltok egymáshoz, hiszen mindketten a tűz elemét képviselitek. Te is elfoglalod a helyedet az életben, figyeled a dolgokat, megvan ez a büszke tartás, és lesz valami, ami lelkesít téged is, és lelkesíteni fog őt is. És itt megvan a szerelmi kapcsolat, hiszen itt a kelyheknél érzelmekről van szó. Lesz közeledés, találkozás, kicserélitek a kelyheket, tehát mindketten nyitottak vagytok arra, hogy érzelmekről beszéljetek. És
ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!